a tight endet. Dát, nagyon magas passz, nem is lehet jó. Hogy a stadionban milyen karriermutatókkal bír Dát. Harmadik és 12-nél hosszú passzjátékot kell bevállalni, vannak jó elkapói Dátnak. Kérdés, mennyire lesznek szabadon. Megvédik Dátot. Megint egy elcsúsz. Másodéves, aki az első évében ugye mind a 13 meccsen játszott ugyan, de csak a speciális egységben. Most nőtte ki magát Kárú. Második kísérlet. Megint van ideje Dátnak. Fellövi megint. Szép érkezés. Új a konferenciában a második csapatba került futójátékosként. Elkapják. Nehezebb lesz Marad Gersznek. Egy olyan meccsen a level nem jön neki kár. Dátának egy hosszú passz. Azt az ígéretes! Vissza. Coleman. Huggins a másik szint volt tavaly. Könnyebb átjutni a Notre Dame védelmén. Dát az jónak tűnik, és Coleman megcsinálja. Gyali Oli az Oregonnak a legendás védőgurúja. Most nem tudom pontosan, de közel 30 éve. Ő irányította a védelmét, de szép volt! Most egyébként Ray Rice óta, aki 2007-ben tudott. Az igen! Ez gyönyörű volt, a tight endet találta meg. Hozni. Fantasztikus a Ray Rice óta. James hiánya az szavakkal főszerep. De hát maga fut és passzol. Ez is ott van a váltás mögött. Ében vannak most Colemanék, viszont ketyeg a támadó idő, el kell indítani ezt a játékot. Tehát meg is teszi. Eldobja megint Colemanhez. Júj, nagyszerű védekezés volt. Futóként most a Rutgersben. Az egy jó futás volt Godwintól. Eljött az egy yardos, vagy a két yardos van alig. Schwenk. Gyönyörű védekezés. De abból még valamit kihozott. Rövid a passz! Ott van James, 34-essel, megint megnézik szerintem a lábát, hogy hogy működik. Meg is kapja a labdát. Kifelé húz, aztán vág befelé. Megint nagy ütéseket kap és egy lábcsavarást. Magassággal bírnak. Második és öt. Dátnak megint szabadulni kell, megint megoldja. Ha elkapó, akkor ő megoldja ezeket. Üvölt. Az gyönyörű Dattól, és utána remek. Tuit nincs ott a pályán, így aztán a passietetés sem igazán működött. Jó, hát ez mindig olyan, mind a két csapatnak ez ugyanolyan feladatot ad. Bár most nem tud meg úgy oda menni a profi draftra, hogy a utolsó meccsemet lerendeztem. Meglátjuk majd 0-45-től. Egy hosszú passz. Megint rövidet dobozás. Jó volt ez Jacksontól. Valószínűleg, hogyha nem nyúl közbe, akkor ez az elkapás. James. Őt megállítják. Ami már ugye több is annál. Dad. Az. Az szép nagyon lett volna, beszélben. James ben van futónak, ez biztos. Jackson ott van párban, Colemannel. James lejön Tuit szereléséről, 5 yardot hoz. Közel járt ahhoz, hogy szereljem. Megint James, és James megcsinálja a first down szerintem.
Most Duckfoot, ezt megkajálta a Notre Dame védelme, gyönyörű szerelés volt. Mit adnék kell ahhoz a first downhoz? Jön megint James, meg is van az 5 yard. 10 yard. Mezinkó távolságon belül a fehérmezesek. James megint, ez most egy kevésbé jó futás. Coleman vagy Croft? Pocsékpassz Dattól. Csodálatos meccse volt. Számilag úgy tűnik, hogy eredményileg is. Örök ranglistán is előzött. Mi kell mondani? Eladja a labdát Datt. Na. Hát ezt hová? Tegyük hozzá gyorsan. Reese-hez nem tudtak hozzáférni a Rutgers védői. Semmilyen szinten. Datt. Azért annyira nem jó a többiek. Rámenek negyedikre is. Miért ne? Dad. Nem nincs kinek dobni. Ott van. És meg is van a first down. Pratt még megcsinálja. Futott, yardot hozott a Notre Dame támadó gépezete. A jobb szélem. Dad. A mérkőzésük során, amikor ugye összetalálkoztak, de hát győzelemhez. Na, James használta most, elkap. Még elindítanak egyet. Rossz a snap, lentről kell ezt eldobni a Dadnak. Jó passzal búcsúzik Dad.